Hamarosan kezdődik a zsinagógában a holokausztos megemlékezés. Csillag Barnabással beszélgettünk, ez most egy rendhagyó megemlékezés lesz. Köszöntöm a kedves nézőket, igen, ez egy rendhagyó alkalom. A holokauszt 70. évfordulója kapcsán a karcagi zsinagógában is több ünnepséget tartunk ebben az évben. Ennek egy kezdő eseménye ez az előadás. Kik fognak itt ma szerepelni, és kiket hívtak meg? A debreceni Adi Gimnázium diákjai előadásában az Adiák színpad bemutatja Hanna Bőröngye színmű egy felvonásban. A karcagi Nagykó Református Gimnázium diákjai, tanárai, pedagógusai és meghívott vendégek, Karcagváros vezető személyiségei vesznek részt ezen az előadáson. Mi lesz a menete, hiszen azért lesz szó a holokausztról és a diákok műsor előtt. Vannak azért nevesebb vezetők is, tehát gondolom, hogy azért egy picikét szólunk a holokausztról is. Igen, természetesen nem hagyhatjuk ki ezt. Az előadás kezdetén megemlékezünk a karcagi mártírokról, akiknek a nevét az emléktáblába vésett nevek őrzik. Ezt követően pár szót ejtünk a magyarországi holokausztról, majd Feldmayer Péter alelnök úr, a Mazsihisz alelnök fog ünnepi beszédet tartani. Láttam, lesz gyertyagyújtás is, tehát holokausztos túlélő is van. Ki lesz ő, és gondolom, ő fogja akkor meggyújtani a gyertyát is. Hagyományaink, hogy a teremben lévő legidősebb holokauszt túlélő gyújt mindig gyertyát. Jelen esetben Somogyi László urat fogom felkérni, hiszen ő több mint 90 éves, ő van, hála jó Isten a mai napig is közöttünk, ő fogja ezt az emlékezés gyertyáját meggyújtani. Én azt kívánom, hogy méltó emlékezünk a holokauszt áldozataira, hiszen a gyerekeknek ez egy új dolog, hiszen biztos, hogy vannak, akik még most jöttek először be a zsinagógába. Igen, nagyon szépen köszönöm, mi is ezt szeretnénk. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy meghívjak minden tévénézőt július 6-án a karcagi mártír megemlékezésre, mely nyitott lesz, és minden érdeklődőt szeretettel várunk. Köszönjük szépen! Köszönöm az interjút! Várhalmi Ilonával beszélgettünk, ön az Adi művészeti vezetője. Már itt lázasan készülnek a gyerekek. Hogyan állt össze ez a darab? Hát ennek érdekes története van. Ugye egy drámai tagozatos iskolában dolgozok, válogatott gyerekekkel, és ők mindig nagyon önállóak. Nagyon sokszor nem csak azokat az előadásokat láthatjuk tőlük, amelyeket a színész tanárok készítenek, hanem ők maguk is kutatgatnak anyagirend, és megmondom őszintén, engem is meglepett, hogy egy mostani 12-es növendékünk az ősszel hozta ezt a kis regényt, hogy ő ezt nagyon szeretné megcsinálni, keresztény, és az egész csoport, akik játszanak, és olyan szinten megragadta őket ez a borzasztó történet, hogy remélem megláthatja majd a kedves közönség, hogy valóban tiszta szívből élték át azt, amit hát sajnos az életben nagyon sok zsidó ember átélt. És mi a darab címe? Hanna Bőröngye. Hanna Bőröngye, egy kisregény, egy családtörténetről szól. Két testvér, az anya, ugye elszakítják őket, és majd kiderül, hogy mi lesz a tragikus vége. Akkor reméljük, hogy a gyerekek nagyon jól fognak szerepelni, és akkor még sokszor láthatjuk őket karcagon, esetleg ezt a darabot is máshol. Nagyon szívesen hozzuk bárkinek, mert most ezek a gyerekek egy országos pályázatot is nyertek, amit a holokauszt megemlékezésére írtak ki, és jutalmul ott voltak Krakkóban, Auschwitzban és Birkenauban, és nálunk az iskola közösség előtt, tehát 750 gyerek előtt is az egyik résztvevő kislány emlékezett a megtörténtekre, és hát néma csendben fogadták a többiek, és borzasztó szívszorító volt. Reméljük, hogy találkozunk, akkor igen, még egyszer, és köszönöm. Mi is köszönjük szépen!